Nehéz, mitöbb egyre kilátástalanabb a helyzet, már ami az osztályzó nélküli bentmaradást illeti a bonyhádi férfi kosárlabdában. Az átszervezések után megerősödött az NB1B-s osztály elitjét képező piros csoportban rendre elvérzik a nyáron és menet közben is kulcsjátékosai egész sorát elvesztő, rutintalan fiatalokat bevető, ebben az osztályban a versenyképességhez szükséges anyagi háttérrel nem rendelkező Bonyhádi. A Pakcsról érkező 18-19 évesek tehetségesek, lehet belőlük akár még NB1 A-csoportos szintjén is jó játékos, de Pup Bence és társai folyamatosan, megbízhatóan teljesítő rutinos játékosok nélkül a mérkőzések egyes szakaszaiban azért fölvillantják a partiban maradás a győzelem megszerzésének lehetőségét, de a 4x10 percben még mindig sok az üres járat, a ki nem kényszerített hiba. Ezeket általában az ellenfelek, akik többségében erőlékben és koncentrációban is jobbak, kihasználják. Ezért szomorú a statisztika, mindössze 2 győzelmet tudhat magáénak a Bonyhádi KSK, mondhatni bérletet szerzett a jelenlegi utolsó sereghajtó pozícióra. Az egyik legutóbbi meccs az MTK Török Bálint elleni hazai elvesztése, ami már egyébként az utolsó fél percben a kezükben volt a sárgáknak, de kétszeri hosszabbítás után mégis megint vesztesen hagyták el a játékteret, már abszolút mindez demoralizálóak hatott a csapat minden egyes tagjára. Túlzás nélkül mondhatjuk, jobb volt a Bonyhád a rendes játékidőben ellenfelénél, és győzelmet érdemelt volna. De ott a végén a 2 büntető egyike sem ment a helyére, ráadásul kivezett helyzetben. Sajnos tényleg nagyon rányomta a bélyegét ez a büntető dobás dologra. Úgyhogy nem tudok erre most mit mondani, mert tényleg mind nagyon sok olyan meccsünk volt, amit nyernünk kellett volna jobban játszani ebben az évben. Ez az év, ezt gyakorlatilag nem tudom mi hasonlítani. Sokkal nehezebb kikapni 25-30 pontokkal, mint egy kétszeres hosszabbításon, mert azt azért megemészteni, hogy valaki gyakorlatilag fölbe döngöl minket idegenbe, vagy akár itthon is 30 ponttal, az nagyon nehéz. A hosszabbítás, ez a két hosszabbítás, igen, ez egy jó eredménynek számít nálunk sajnos ebben az évben. A nézőknek köszönjük, hogy még ekkora számmal mindig kitartanak mellettünk, és igen, próbálkozunk a következő meccsekre. Igen, sajnos ugyanúgy, mint tavaly, 2 meccsre kell készüljünk a play-out meccseire. Addig, ha ezt az időt, ami vissza van, az a pár hét, ezt felhasználjuk arra, hogy addigra minél jobb formába kerüljünk, és bízunk benne, hogy gyakorlatilag akkor ezt a pár meccset még nem az, hogy beáldozva, de sok olyan taktika elemet kipróbálva, illetve gyakorolva, amit arra a 2 meccsen majd még arra tudunk felhasználni, hogy bemaradjunk a piros csoportban. Lehetsz-e jobb a tavasz idejénbe, korábbi magadhoz képest? Nem ezt az egyéni dolgot nézem, tehát igazából a csapatnak rosszul megy, akkor nekem is rosszul megy, tehát, és a csapatnak sajnos rosszul megy. Igen, tehát egy kiemelkedő teljesítményről nem lehet beszélni a csapatnál, hogyha van 2 győzelmünk egy évben. Úgyhogy ezt sajnos itt nem beszélhetünk arról, hogy valakinek jól megy, vagy nem, itt a csapatnak megy szarul. Ha ott állnánk az elején, harmadik, negyedik helyen, akkor azt mondom, hogy igen, akkor biztos lennének egyéni jó teljesítményünk, de sajnos idén nincsenek. Hamar kiderült, hogy az NB1B piros csoportjában való helytálláshoz mindenképpen több rutinos játékost kellett volna igazolnia a játékerőben jelentősen visszaeső Bonyhádnak. Ehhez a legkevesebb havi nettó 500 000 forintért rendelkezésre álló kosarasok leszerződtetésére semmilyen forrás nem állt, és nem is áll rendelkezésre. Ez a bajnokság, ez nem tudom, hogy mennyibe szolgálja a magyar kosárlabda érdekeit, hiszen olyan fizetésekkel szerződtetnek átcsoportos játékosokat az ellenfeleink, amivel mi nem akarunk és nem is tudnak versenyképesek lenni. Mondjuk ez olyan 500 000 körül össze? Hát az még az átlagos. Vannak olyan csapatok, ahol ez az átlagos, és profi módon hetente 8-at edzenek, délelőtt, délután, gyakorlatilag majdnem, hogy ez a munkájuk. Tehát ezekkel kellene nekünk versenyben maradni. A bonyhádiak visszasírják a kelet-nyugat felosztást, a korábbi időszakot, persze nincsenek ezzel egyedül. Ezekkel nem nagyon tudunk mi lépést tartani, és nem is akarunk. És van olyan csapat is, aki 500 000 forintért szerződtet U20-as játékost. Ehhez képest a bonyhádi Paksról érkező U20-asok jóformán költségtérítés szintjén kosaraznak, de őket nem a pénz, hanem a felnőtt bajnokságban való megmérettetés lehetősége motiválja, szerencsére még. Amatőrök vagyunk, a Pakssal az együttműködésünk az kiváló, hiszen itt ma is bizonyított, azt hiszem a Pup Bence,
a Dorogi és a Csobán Dávid is. Azt gondolom, hogy velük kell majd a jövő csapatát építeni. Azért egy 18-19 éves gyereknek itt a karmesteri pálcát átvenni, az nagyon nehéz. Érdemes lesz többet edzeni, többet együtt edzeni. Volt ennek az MTK mesnek a második negyedtől több olyan periódusa, amikor a két Somogyfokival, a palánk alatti munkájával időnként már a régi önmagát idéző Tömösvárival kezdett valahogy kinézni a csapatjáték. De az is kiviláglott, 4x10 perce, pláne a hosszabbításos meccsekre nincs felvértezve a mai csapatban.